Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel fognak kísérni. Nemzetközi sajtó vagyok. 2021. május 23-án vagyunk itt a Vajdahunyadáránál. Néhányan megjelentek itt, és látok itt egy urat, akit úgy hívnak, hogy... Berton Attila. Megkérdezem, milyen célból van itt a társaság, vagy jöttek össze, vagy megjelentek véletlenül egyéb megbeszélésre, vagy sajtótájékoztatóra. Lehet néhány mondatban vázolni? Persze, van egy Facebookos csoportunk, a Rendszerváltók csoportja. Itt hirdettünk meg sajtótájékoztatót. Szomorúan tapasztalom, hogy kettő olyan ember van itt a köreinkben, aki a nemzeti sajtót képviseli, az egyik Feri bácsi, a másik viszont Póri Zseszter, akit külön köszöntök, mert hosszú évek barátsága köt bennünket össze. Bár ugye az útjaink külön váltak, de mindig találkozunk minden egyes rendezvényen. Eszter ott van. A közjogi helyzet az, ami Magyarországon elég kétes. Ez a Facebook csoport ezért alakult, a tagság a tényleges és valós rendszerváltás mellett áll ki. Igen, és mégis mi a további elképzelés, mik a lehetőségek, vagy mit akar előadni, vagy terjeszteni, elérni a csoport? Több kérdés. Első körben a valós és tényleges rendszerváltás. Ugye a közjogi helyzet az 2012. január 1-től megváltozott Magyarországon, ami azt jelenti, hogy 2011-ben a Fidesz-KDNP és az ellenzék, teljesen mindegy, hogy elfogadta vagy nem fogadta, életbe léptettek egy alaptörvény nevű dokumentumot. Ez az alaptörvény nevű dokumentumnak egyetlen egy hátránya van, hogy már a megszületésénél is voltak problémák, hisz az elfogadása előtt módosító indítványokat nyújtott be a Fidesz-KDNP koalíció, és a 94-es házszabály értelmében az ilyen módosításokkal gyakorlatilag a házszabályt is felülírták, hisz már az elfogadása előtt, a szavazás napján is módosítottak rajta, illetve a népi felhatalmazás nélkül hozták életbe, ami azt jelenti, hogy a ideiglenes alkotmány azt kimondta, hogy alkotmánymódosítást nem hajthat végre a képviselő, Magyarország alkotmányát, Magyar Köztársaság alkotmányát hozhatja életbe az ideiglenes alkotmány után, és ugye ennek egy népszavazáson kellett volna keresztül mennie. 2008-2009-es politikai évadban, a Gyurcsány-Bajnai évadban már módosítottak az ideiglenes alkotmányon is, kivették a népi felhatalmazást, ami azt jelenti, hogy az előző éra is megteremtette a közjogi alkalmatlanságát az alaptörvénynek, hisz felhatalmazás nélkül kivett belőle egy paragrafust, ami azt jelentette, hogy az itt lévő embereket, illetve a magyar társadalmat kihagyták a népszavazási kezdeményezésből. Nem. Mindenki hallja, amit hát. Ja, hogy nem halljátok. Én senki nem hallja. Na, hele közel, most próbálni kell. Így jobb? Nem tudom. Szuper, akkor jó. Nem tudom, hogy jól vettem-e a receptoraimra. Kormányváltás, vagy... Nem, rendszerváltás. Rendszerváltásról mert beszélünk. Mert álláspontom szerint lényeges különbség van a kettő között. Hát csak is a tényleges és valós rendszerváltás, ami azt jelenti az elmúlt 31 év politikai érájának, beleértve a legutolsó képviselőnek is, teljesen mindegy, hogy nyugdíjas vagy nem nyugdíjas, az elszámoltatása, az átvilágítása, méghozzá, hát az átvilágítás ugye az vagyonelkobzást jelent, hogy most ideiglenesen vagy véglegesen, az majd a többségi társadalom meghatározza, de hogy államosítani, a cégeket visszavásárolni, visszavenni, és abban a pillanatban Magyarországnak van egy működő és normálisan működő és normális pénzügyi keretek között működő gazdasága. Mert ugye azért ne felejtsük el, hogy az első Orbán kormány az elvitte az állami gazdaságokat, a harmadik Orbán kormány meg elvitte az állami egyetemeket. Ugyanolyan kiszervezett formában van. Ugye én 20 kilométeres körzetemben ott van a Lajtahanság állami tangazdaság, ami annak idején Simicskájé volt. Simicska bukása után most hirtelen 95%-ban Mészáros Lőrincnek a tulajdona. Hát adásvétel vagy csere alapján történt ez meg, vajon? Vagy? Kéz-kezet-mos alapon, Feri bátyám. Kéz-kezet-mos alapon. Ezek ugyanazok.
És hogy tudjátok esetleg elérni a kormány, illetve a rendszerváltást, hiszen 2022-ben lesz egy népszavazásos választás, kormányváltás, vagy ha a rendszerváltást el tudjátok érni, esetleg is programotokban van-e olyan kitétel, hogy a képviselőket, ha nem megfelelően végzik munkájukat, visszahívhatóak legyenek? Kérdezem csak. Visszahívható képviselőnek kell lenni, mentelmi jog nélküli képviselőnek kell lenni, amennyiben a társadalom része nem ért egyet a munkájával, vagy hibázik, akkor abban a pillanatban leváltható. A rendszerváltás egyetlen féleképpen képzelhető el. Ezt jelen pillanat egy alaptörvényről beszélünk, egy közjogilag érvénytelen alaptörvényről beszélünk. Most én nem tudom, hogy többen vannak itt körülöttem, gondolom mindenki építkezett már. A házat nem a tetőnél szokták kezdeni, hanem az alapnál. Ha megengeded, akkor megmondom, hogy hogy mondja ki az alaptörvény a saját maga érvénytelenségét. Elnézést, itt egy úr bekapcsolódott. A lényeg annyi, közeled. Hogy az alaptörvény a saját érvénytelenségét úgy mondja ki, hogy tessenek mindenki elolvasni a nemzeti hitvallásának 24. mondatát. Ott van benne, hogy nem ismeri el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert egy zsarnoki jugalom alapja volt, és kinyilvánítja az érvénytelenségét. Utána legyen szíves mindenki az árórendelkezésekbe bemenni, és az első pontjában ugyanazt mondja az árórendelkezés, hogy 12. január 1-én lép hatályba, szerintük. A második pontjában azt mondják, hogy ezt az alaptörvényt az országgyűlés az 1949. évi 20-as törvény 19. paragrafus 3. ápontja alapján és a 24. paragrafus 3. pontja alapján fogadja el. Könyörögöm, amikor az van, hogy előtte érvénytelenítek egy teljes alkotmányt, és majd az érvénytelenített joga hivatkozva fogadom el egy ország vezetését, ilyen nincsen. Azon kívül a 3. pontja a záró rendelkezéseknek nem más, mint az, hogy az átmeneti időszakra az érvényes dolgokat az alaptörvényben lévő 8. 26. pontban leírtak, határozzák meg. Mit írnak mellé a függelékbe? Azt, hogy ezt mindössze 2013. április 1-től, tehát bolondok napjától léptetik életbe, 15 hónappal később, mint magát az alaptörvényt. Mi történt? Átmenet sem volt. Máról hónapra alkotmány helyett alaptörvény. Ilyen nincs. A Magyarország nevű állam nem létezik. Én is kérdezhetnék valamit? Értem én, de hát a jelenlegi regnáló kormány tulajdonképpen alkotta meg ez úgynevezett alaptörvényt. Nem akarlak tovább engedni, de engem nagyon érdekelne és érdekli a nagy tömegeket is. Erre kell válaszolni, mégis hogyan próbáltok megoldani a rendszerváltást ezek után? Hát ki kell magunkat vonni Magyarország nevű ZRT fennhatósága alatt. Ez csak így fog működni. Hogyha Bertalan Attila mondja ki, hogy az alaptörvény érvénytelen, az gyakorlatilag olyan, mint az... Jó, akkor megpróbálom így. Megpróbálom akkor így. Tehát jelen pillanat egyetlen egy dolgot tudunk tenni, hogy a Magyarország ZRT vagy Magyarország kormánya alól azonnali hatállyal ki kell vonnunk saját magunkat, és alulról kell építkeznünk. Tehát tüntetésekkel, demonstrációval nem fogunk elmenni, maximum csak a parlamentig, ott nem fogunk tudni bemenni. Megfelelő tudatos tömeg nélkül a rendszerváltás az folyamatosan húzódik. Mi folyamatosan ezt mondjuk, folyamatosan. Mindaddig, amíg nem értik meg az embereket, hogy Magyarország ZRT-ként van bejegyezve az amerikai tőzsdén. Addig nem... Hogy? Nem értem. Magyarország ZRT-ként van bejegyezve az amerikai tőzsdén. A mögöttünk álló rendőrök adószám alapján erdészeti dolgozók. Hoppá. Ez bizonyítható? Ez bizonyítható. Viszont tudatos rendszerváltó tömeg kell. Nekünk senkitől nem kell engedélyt kérnünk. Nekünk nem kell a regnáló hatalomtól felhatalmazást kérnünk. Értem. Ezek úgy hangzottak el, hogy ezek bizonyíthatóak. Ezek után kérdezem, hozzájárulsz ahhoz,
hogy mindez felkerüljön a világháborúra. Természetesen. Ezt azért álltam ki. Köszönöm. Azért álltam ki. Itt egy hölgyeim és uraim, egy másik úr fog bejelentkezni, bemutatkoznak. Siklósi Tamás vagyok, üdvözlök mindenkit. Ugye 2010-ben történt egy választás. A választások a Magyar Köztársaság nevű államban történtek. Akkor az a párt, aki most is hatalmon van, ez arra kapta a megbízását, hogy a Magyar Köztársaságot irányítsa. Nem tudom, hogy ki adott felhatalmazást, amikor minden hatalom a népé, az előző alkotmányban is, vagy a Magyar Köztársaság alkotmányában is, ráadásul még az alaptörvényükben is. Ugye kijelentik, hogy minden hatalom a népé. Ki adott felhatalmazást nekik arra, hogy a Magyar Köztársaságot, mint államot megszüntessék, és egy új államot hozzanak létre. Erre szeretném, ha valaki tudna választ adni közül. Meg szeretném kérdezni, hogy a 49-es 20-as alkotmányt megszavazta a nép? Nem azon. Azt se szavazta meg. Tehát ugyanúgy érvénytelen, mint a 2012. január 1-től. Tehát jogtalanságra jogot nem lehet építeni. Persze. Mint Szenti, a királyi koronatanács egyetlen élő és Magyarországon lévő tagja megvétózta a 49-20-as alkotmányt, és nem is lett népszavazásra bocsátva. Tehát itt a probléma, hogy ez az alkotmányossági kérdés megosztja az embereket. Van, aki köztességpárti, van, aki királyságpárti. Én például királyságpárti vagyok, tehát azt mondom, hogy jogilag az az érvényes, a Szent Korona tan szerint királyság, tehát nyilván nem egy ilyen a brit gyarmatosító királyság, hanem a szakrális magyar királyság, azt kell visszahozni, és vannak, akik baloldali indítatásból a köztársasági dolgokat nyomják, tehát azt mondják, hogy a 49-es 20-as az, ami szovjet tankok, és nem orosz ellenes vagyok itt, hanem azt is ugye a bankárok pénzelték Trotszkijt meg Lenint, tehát a bankárok hozták létre a Szovjetuniót, és azt mondják, hogy az érvényes, amit a bankárok hoztak létre, és a szovjet tankok alatt itt mi ugye el kellett, hogy fogadjuk 49-es 20-as alkotmányt. Véleményünk szerint az ugyanúgy jogtalan, mint a 2012. január 1-jei, tehát szilárd alapokra kell építkezni, jogszerű állapotra kell építkezni, vissza kell menni addig, amíg 44. március 18-án, ugye akkor jöttek be a németek, onnantól ez a katonai megszállás alatt voltunk, odáig kell visszamenni. És ez a probléma ezzel az alkotmányossági kérdéssel, hogy ez sajnos meg fogja osztani a magyar társadalmat, és ezért mondjuk mi, hogy inkább azzal kell foglalkozni, hogy kik csinálták ezt az egészet, tehát amit a Drábik János elmond, hogy a Rothschild, Rockefeller, bankrendszer, a szabadkönyvesek, az Illuminátik. Hajrá, nem kell húzni, csak ezzel bocsát. Tehát azzal kell foglalkozni, ami összeköt minket.